kedves vendégeink! A Nagykanizsai Nagy Magyarország Emlékmű Szoborbizottsága tisztelettel köszönti a megjelent magyar közösséget ezen a nemzeti gyásznapon. Köszönjük, hogy megtiszteltek jelenlétükkel. Ma 86 éve írták alá azt a diktátumot, amely a Kárpát-medencében élő magyar nemzeti közösség egyik legnagyobb vesztesége és drámája a mai napig. Ma erre emlékezünk. Megemlékezésünk kezdetén önök Kiss Ferenc, dr. Horváth László és Vitéz Balpataki István tárogató zenéjét hallgatták. A nagykanizsai huszárok bevonulását kísérhették ezután figyelemmel, Dobri Lajos vezetésével. A Jézus Szíve templom Szent Imre kórusa a himnusz eléneklését segítette. Szép virág, rózsa, hát még a bimbója, mert az égharmatja minden nap mozgatja. Szép virág a szűzjány, innep napra kelve, de legszebb virág a haza szent szerelme. Nem telm a kertbe, a fekete földből, sem a virágágyból soha ki nem zöldül. Terem az éppen, az ember szívében, az ember szívének legis legmélyében. A gyökere pedig vértől nedvesedik, halankadni is kezd, vérrel öntözgetik. Öntözzük, locsoljuk ezt a szép virágot, ez gyümölcsöz nekünk édes szabadságot. Tisztelt megemlékező közönség, hölgyeim és uraim! A megemlékezés programjának bevezetőjeként nagy tisztelettel köszöntöm a megjelent honfitársakat, mind a városunkból ideselegleteket, mind pedig az ország minden részéből ide zarándokolt és évenként vissza-visszatérő barátokat. Erre a hármasságra építettem föl a következő eszközöket. Alsó részen címereket látom, de ezeknek a címereknek nagy része félig vagy teljesen már üres. Erről két-három szót már hallottunk, de azt hiszem nem lehet eleget beszélni róla. A második szinten négy ember alatt látható, ezeket 1952-ben letelezték. Az, hogy a felénk forduló nő alatt Hungária feje lekerült 1952-ben, ezen nem csodálkozhatunk. De hogy egy anyát, aki a gyermekét a kezében tartja, ezt volt szívük lefejezni, ez már azért azokra is val, akik ezeknek az örökségét ma tovább viszik. Egy nagy fogas kerék és egy buzakalász, ennek az időszaknak, az 1950-esnek a két legünnepeltebb jelképe. Szinte minden kreált szovjet államnak benne van a címerében. És mégis leverték ennek az egyszerre munkás és egyszerre paraszt embernek a fejét. Hát ennek oka kell, hogy legyen. Az okot megpróbálom én is, bár már hallottunk róla néhány mondatot, röviden összefoglalni. Ehhez vissza kell pörgetni az időt 1920-ban. Még mindig nem merjük kimondani, pedig amíg késlekedünk, nem lesz orvosság a bajra. Trianon az egész ember lakta világ szégyene. Az egyetlen igazi, módszeresen előkészített és hidegvérrel végrehajtott nemzetgyilkossági kísérlet a 20. században, amelyet végrehajtói és azok utódai, a példátlan horderei vasztető haszonélvezői nem győznek leplezni, bagatellizálni, legkivált pedig lefedni egy nálánál jóval jelentéktelenebb esemény sorozattal. Amelyről viszont naponta, óránként, sőt percről percre harsogják a fülünkbe a hol valós, hol hamis híreket. Híreket, amelyeknek a tényekhez való viszonya
olykor bizony okot ad a fejcsóválásra. Ha egyáltalán van értelme nem évülő bűnökről beszélni, a trianoni diktátum megfogalmazói, leginkább pedig a háttérből irányító bűnei minden kétséget kizáróan ilyenek. Bűnhődött közülük egy is valaha? Meddig fogja még tűrni ezt a szégyenét nem a magyarság, hanem az emberiség? Mert Trianon, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, nem a mi szégyenünk. Maga a szó azt jelenti, háromszoros nem. Trianon. Nem először az isteni rendre, amely egységes egésznek teremtette a Kárpát-medencét, a maga minden tekintetben egymásra utalt népeivel. Nem másodszor az észszerűségre, hiszen előre látható volt, hogy ebbe az égre kiáltó igazságtalanságba az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember semmiképpen sem nyugodhat bele. Szelet vetettek, várható volt, hogy vihar fognak aratni. És ha a vihar valóban kitör, mert hogy valóban kitört, vajon ki lesz érte a felelős? Végül a harmadik nem a méltányosságra mondatott ki. Ha volt nemzet, amely minden kétséget kizáróan vétlen volt az első világháború kirobbantásában, amely nemzetnek a miniszterelnöke az utolsó pillanatig tiltakozott a hadüzenet ellen, az éppen mi voltunk? És kit büntettek a győztesek? A legsúlyosabban minden más esettel összevethetetlen mértékben méltánytalanul. Nem értékelhetnénk meggyőződ módon a Trianon címszólalat összefoglalt tünet együttest, mint ahogyan azt egyik francia történész kortársunk megtette néhány évvel ezelőtt. Valahogy így, Kocsis István tolmácsolásában idézzük. Az első világháború végén Németországot megbüntettük, de Magyarországot nem, mert nem volt miért. Magyarországot keresztre feszítettük. Eddig az idézet. Ezt egy francia történész, de meg kell mondjam, hogy mostanában eléggé alaposan készültem a Trianon kérdése, nem egy ilyen történész volt, a 20-as évek elejétől folyamatosan dolgozik a francia lelkiismeretben egy olyan erő, amelyben bízhatunk a jövő vonatkozásában is, nehogy azt higgyük, hogy minden francia vállalja a Trianont. Épp a becsületesebbje, sajnos a becsületesebbje ott sem hangadó. De mégiscsak hallatja a hangját. A második szinthez, ahol az emberség megnyilatkozásaival találkozunk, néhány alapvető tudnivaló. Valószínűleg mindannyian tudják, mégsem árt néha emlékezetünkbe idézni. Kétféle embertípus, és ennek megfelelően kétféle társadalom modell működik emberlétünk kezdetétől a világban. Mint egyének másokért, vagy másokból élhetünk. Nincs harmadik változat. Az első esetben két-két ember vagy embercsoport között mindenfajta küzdelem csak is egymásért folyhat. A tétje pedig az, hogy a másik félben szunnyadó értékeket felszínre hozza, kibontakoztassa. Az ilyen küzdelemnek nincs vesztese, győztese pedig az a fél, aki a másikat maga fölé tudja emelni. A mi mondai őstörténetünkben ezt a küzdelemtípust hunor és magyar életvitele példázza. A másik esetben a küzdelem az egyéni, illetve csoport érdek kíméletlen érvényesítésére irányul. Az erkölcs ebben semmiféle szerepet nem játszik. Az érdek pedig a következő stratégiát diktálja. Tudd meg, ki lehet jobb nálad, és idejében semmisítsd meg. Az ilyen típusú küzdelemből szükségszerűen a rosszabbik fél kerül ki győztesen, az áldozat pedig az ártatlan testvér lesz. Példa rá a bibliai Káin, illetve az indoeurópai hagyomány ugyancsak testvérgyilkos Romulusza. Ha az emberiség ezt a viselkedés modellt érvényesíti mindennapi gyakorlatában, és ma sajnos ezt tapasztaljuk mind a gazdaság, mind a politikai életben, a leépülése feltartóztathatatlanul bekövetkezik. A mások rovására történő érdek egy érvényesítés ugyanis az állatvilág jellemző viselkedés modellje, helyeslést megkaptuk átról, nem az emberi.
Ezen az úton legfőjebb a főemlős, azaz a majom szintjéig lehet eljutni a törzsfejlődést. Ha pedig történetesen emberősöktől származunk, óhatatlanul ide csúszunk vissza. A társadalom szerveződés kétféle alaptípus ezek szerint így alakul. Ha a Caini-Romulusi modellt akarom érvényesíteni, mindenek előtt zárt rendszereket kell képeznem az emberközösségeken belül. Ilyen zárt rendszer lehet egy termelőüzem, egy iskola, azon belül egy-egy osztály, egy energiaszolgáltató vagy hírközlő rendszer, de ilyen lehet egy természetellenes határok közé kényszerített ország is. Itt megint gondoljunk az emlékműre. Ebben azután egyenlő működési esélyeket kell biztosítanom a másokért élő és a másokból élő egyedeknek. Legyen példa a zárt rendszerre a tyúkudvar, benne az egymásért élő egyedek a baromfiak, a rajtuk élősködő egyedek a rókák. Belátható, mi lesz a baromfi udvar sorsa, ha jobb egyenlőséget hirdetünk meg a tyúkok és a rókák között. Az ilyen társadalmi rendszert hagyományosan demokráciának nevezzük, és magyarra ezt a szót népuralomnak fordítjuk. Valójában azonban ebben a működési modellben, akár a jelenkori, akár a múltbeli gyakorlatot nézzük, nem a nép, hanem az arc nélküli alattvalókból összeverődött tömeg a jogok gyakorlója. Ez azt jelenti, hogy egy élősködő senkiházinak ugyanolyan mértékű a beleszólási lehetősége az államügyek intézésébe, mint annak az egyénnek, aki egy élet önfeláldozó munkájával építi, gyarapítja a közösséget. Újabb időkben a helyzet annyival romlott, hogy a demokrácia népiből gépibe fordult át, amennyiben egy-egy választás közhírépet végeredménye elvileg korlátlan mértékben manipulálható a gépi adatfeldolgozás jóvoltából. Ez zárójelbe tettem ugyan, de hadd tegyem hozzá egy újabb zárójelben. Tessék ilyen háttér előtt értékelni december 5-ét, és senki ne szégyelje magát, mert amit ott a gép kikötött magától, magából annak semmi köze nincs a magyar nép tényleges véleményéhez. Semmi, mi érintőlegesen sem. Megérdemelte a magyar nép, hogy megtapsolják. Az ilyen típusú társadalom működését az úgynevezett Gresham törvény határ szabályozza. Eszerint, idézem, ha egy országban egyidejűleg kétféle pénz nem van forgalomban, törvényszerű, hogy a rosszabb szorítja ki a jobbat. Ez igaz idézet, ez lexikon adat egyébként. Belátható, itt a Caini modell érvényesüléséről van szó a pénzvilágban. A tétel érvényessége azonban nem áll meg a pénzvilág határán, hanem minden olyan zárt rendszerre, és tessék figyelni itt a zárt kifejezésre. Zárt rendszerre érvényes, amelynek egyidejűleg kétféle értékrend van forgalomban. Azt hiszem, ezt úgy nevezik, hogy pluralizmus. Értékpluralizmus. A másság ilyen formán közvetlenül érdekelt abban, hogy minden vitás kérdésben a rosszabbik, az erkölcsileg alacsonyabb rendű megoldást válassza, mert a Caini normák értelmében csak így tud sikerre vergődni. Az egymásért vállalt küzdelem jegyében működő társadalomban nem a tömeguralom, hanem a magasabb elvek által irányított rend, idegen szóval hierarchia, vagyis szent uralom határozza meg az egyedek, illetve a kisebb-nagyobb közösségek egymáshoz való viszonyát. Az ilyen működésrendű társadalomban minden és mindenki ott és addig a legszerencsésebben, illetve legeredményesebben tudja kamatoztatni. De nem a maga, hanem a közjavára. Tudnunk kell, a teremtett világ, tudományos szakszóval az univerzum nem demokratikus, hanem hierarchikus rendben működik. Ha demokratikus rendben működne, egy pillanatig sem állhatna fent tovább. Ha a társadalom hosszabb távon egészségesen akar működni, a saját működésrendjét ehhez a tágabb, őt is magában foglaló egyetemes rendhez kell igazítania. A hierarchikus rendszerű társadalom működést egyetlen igazi veszély fenyegetheti, és az ellenzői minden esetben erre hivatkozva is támadják. A zsarnoksággá fajulás veszélyéről van szó. Ez akkor következik be, ha a szent uralom kulcsfontosságú pozícióit kakukkfiókákként, hatalmi tébolyban szenvedő önjelöltek,
vagy mindenre elszánt maffia vezérek kaparintják meg. Az emberiség egyetemes történetében egyetlen olyan társadalom szerveződési modellt ismerünk, amelyik a hierarchia keretei között hathatósan el tudja hárítani a zsarnokságba torkollás veszélyét. Legszívesebben megkérdezném, mit gondolnak, melyik ez a társadalom szerveződési modell. Hát ezt minden magyar embernek legalább óvodáskortól kezdve fújnia kellene. De fújnia, nem csak tudnia. Ez ugyanis a Szent Korona működési elve, és ennek az elvnek az érvényesülése a napi gyakorlatban. És itt elértünk a harmadik szinthez, a Szent Korona szintjéhez. Erről is azt hiszem, egy-két hatot talán nem árt, hogyha felelevenítünk. A Szent Korona felség területén a jogok forrásaként nem húsvér személy a mindenkori király tételeződik, hanem maga a Szent Korona, mint személy fölötti élő minőség. Személy fölötti, de élő minőség. Így definiálja a magyar közjog. Ilyen módon ezeknek a jogoknak a kisajátítása és a velük való visszaélés elvileg is, gyakorlatilag is lehetetlenné válik. A Szent Korona jogainak érvényesítése nem egyetlen személyre, a királyra hárul, hanem egyenlő arányban foganatosítja azokat a nemzet és a király ebben a sorrendben. Nem király hódít magának nemzetet, hanem nemzet választ magának királyt. Így mind a tömeguralomba, mind a parancsuralomba csúszás lehetősége kiköszönhető. Nem a magyarságnak, hanem az emberiségnek a lét érdekei diktálják a Szent Korona felség jogainak helyreállítását. Minden ellentétes híreszteléssel szemben tudnunk kell, mert vannak ellentétes híreszterések. A Szent Korona által képviselt jogrend nem időleges érvényű. Ahogy tegnap érvényes volt, úgy érvényes ma is, holnap is, amíg emberi közösségek emberhez méltó életet akarnak élni a Földön. Ne felejtsük el, a világ egyetlen szent jelzővel megtisztelt koronájáról van szó. Viselője a magyar király pedig az egyetlen uralkodó a világtörténelemben, aki az apostol minősítést jogosan viselheti. Nem apostolikus, apostol. Maga apostol. Ilyen formán a rend, amely a Szent Korona felség területén érvényesül, a világ mindenség, magasztosabban szólva a teremtő rendje. Még néhány fontos tudnivaló. Minden ember születésétől fogva egyszerre kétféle időnagyságrendben él. Ebből mi mindig csak az egyiket veszük tudomásul. Mint egyén, egy 365-66 napból álló úgynevezett kis évben, mint valamely nemzet fia, egy kereken 26 ezer kis évből álló precessziós vagy nagy nap évben. Mint nemzet fia, abban élünk, akkor is, ha nem veszünk tudomást róla. Ezek nem asztrológiai, hanem asztronómiai, azaz szigorúan tudományos megalapozottságú adatok. A magyar Szent Korona is ebben a kétféle nagyságrendben fejti ki a maga közjogi tevékenységét, amikor egyrészt a precessziós nagyságrendben élő nemzetre, másrészt a kis éves időkerethez kötött egyénre, a királyra, hangsúlyozottan így együtt bízza a benne megtestesülő jogok gyakorlását. A két tényező közötti összhang, a hierarchia, azaz a szent uralom zökkenőmentes érvényesülésének záloga. Ez az összhang jellemezte a magyar királyság működését az Árpád ház, eredeti nevén a Turul dinasztia uralma alatt, majd kisebb megszakításokkal egészen Mátyás király haláláig. A Habsburg korszakban ez a harmónia végzetesen megbomlott. Az egyensúly az egyszemélyi joggyakorlás magyarán a parancsuralom irányába tolódott el. Évszámokat is mondhatnék, első lépcsője 1687-es országgyűlés volt az ellenállási jog kényszerű feladásával. Innentől egyszemélyi zsarnoksággá vált az a gyönyörű rend, amelyik a magyar Szent Koronában van megtestesült. A nemzet, mint a Szent Korona teste kiszorítatott a hatalom tényleges gyakorlásából, az országlakosok pedig, mint a Szent Korona tagjai, ezek eredeti kifejezések, a Szent Korona teste, illetve a Szent Korona tagjai, kényre kegyre kiszolgáltatott alattvalóivá silányultak az idegen szívű zsarnokoknak. Itt már természetesen nem csak a Habsburgokról beszélek. Tapasztalati tény, ez az állapot mind a mai napig érvényben maradt,
és ország határoktól függetlenül egyforma súllyal nehezedik a magyarságra. Ezt azok számára hangsúlyozom, akik azt hiszik, hogy a határon túli magyarságra több súly nehezedik, mint ránk. Nem így van. Ugyanazok magyarságtól idegen elemek gyakorolják a hatalmat, és még arra is ugyanúgy törekszenek, mint a határon túl az ottani uralmon lévő, hogy naponta megszégyenítsenek bennünket, naponta elvegyék az életkedvünket, és naponta arra szorítsanak bennünket, hogy adjuk fel magyarságunkat. Ebben semmi különbség nincs határon belüli és határon túli magyarok elnemadhatottsága között. Ezt legyenek szívesek közöljék határon túli barátaikkal. Semmi okuk nincs külön sírálkozásra. Mindamellett tudnunk kell, és ez most azt hiszem, hogy nagyon fontos, és kevésbé figyelembe vett tény lesz. Ősi és mindez ideig jogszerűen nem módosított törvényei. Jó, ha tudjuk, jogszerűen alaptörvényeket soha nem módosították. Ha mi most összeállunk egy maffiává, és kikiáltjuk a tigitagi nyamnyam köztársaságot, attól az még nem lesz jogérvényes. A magyar királyságot csak ilyen mafiasztikus alapon változtatták át különböző előjelű vagy különböző jelző köztársaságokra, soha ennek valóságos jogi alapja nem volt. Ezt nagyon jól tudják. Nem feltétlenül kell ennek örülni, látom át az elkomorodott arcokon, vannak olyanok, akik másképp vélekednek, ők is közénk tartoznak, mi őket is szeretjük, akkor is, ha ők utálnak bennünket. De egyet tudni kell. Jogszerűen a magyar szent korona uralmát Magyarországon soha senki nem változtatta meg. Tehát jogszerűen nem módosított törvények értelmében a történelmi Magyarország teljes területe ma is a szent korona elidegenítette, amelyből egy talpalatnyi földet sem lehet kisajátítani vagy áruba bocsátani. Gondolom, ez már elég sok fülnek kell. Ilyen módon a külföldről becsalogatott földvásárlók, illetve az erőszakosan behajtott idegen telepesek legfeljebb ideiglenes haszonélvezői lehetnek az általuk birtokba vett földterületeknek, valamint a hozzájuk tartozó ingó és ingatlan javaknak. Erre tessék majd figyelmeztetni őket. Ha a szomszédunkban telket vásárolnak, már akár hollandok, akár más nációnak a képviselő, tessék figyelmeztetni, mezitlát kell majd hazamenniük. Egy darab rögöt sem vihetnek magukra. A Szent Korona jogrendjének várhatóan a közeljövőben történő helyreállítása esetén azonban valamennyi jogszerűtlenül eltulajdonított földterület és vagyontárgy ellenszolgáltatás nélkül visszaszáll jogos tulajdonosára, a magyar Szent Koronára. És itt nincs helye alkalma. Eddig a felismerések, de vajon elég-e felismerni az igazságot? A Szent Koronánk képrendje benne a két ingyen gyógyító szent orvossal, királynak és nemzetnek egyforma hangsúllyal példázza, mi nem hódítani, hanem gyógyítani igyekszünk az élet minden területén. Mert a világ ma nagyon beteg. És nem mutatósnál mutatósabb ígéretekkel, csak is személyes jó példával orvosolható. És egy utolsó tanúság, egyetlen esőcsepp magára hagyva sohasem érheti el a tengert. Csak ha egyesülni tud a társaival, a többi esőcseppel. Így lesz belőlük előbb erecske, majd patak, folyó, folyam. És akkor, de csak is akkor, minden földi akadályt legyőzve célba érhet az egyetlen cseppecske is. Az utat azonban nem csak megtalálni kell. El is kell indulni rajta. Úgy legyen. Köszönöm a figyelmet. Megköszönve Papp Gábor ünnepi beszédét. Köszönettel tartozunk ezen kívül Papp Gábornak azért a segítségért, amit szakértelmével a szobor helyreállításától nyújtott a városnak.
szeretettel köszöntök mindenkit. Pap Gábor professzor úr remekbe szabad beszédéhez sok hozzáfűzni való nincs. Egyet azonban engedjenek meg, van egy fontos tiltás, és ez majdnem minden rendszerben így volt. Azt mondták, kérem, hogy különböző helyekre nem szabad bevinni a politikát. Nem szabad kivinni az utcákra, nem szabad bevinni az iskolába. Volt szerencsém meghívásra több általában gimnáziumban beszélni erről. Most itt megismétlem. A politikát be kell vinni az iskolába, mint tantárgyat. Mert ez egy egészen másfajta gondolkodás jelent, mint amit mi köznapi emberek mindennaposan végzünk. A politika története nem csak a polisz görög városok nyomán, ugye onnan kapta a nevét, sokkal régebbi. A politika története hozzá tartozik az életünkhöz, a sorsunkhoz, a történelmünkhöz. Tehát, hogyha azt mondják nekem, hogy ne politizálj, akkor azt mondják, hogy az utcai forgalomba becsukott szemmel jártáljak. Ez elfogadhatatlan. Csak ezt hozzá akartam még tenni, ahhoz, amit itt hallottunk, és én magam is megköszönök Gábor barátunknak. Mindenki előtt a Trianon Társaság elnöksége nevében olyan embernek, Társaság elnökét, Kis Dénest hallották. Sajó Sándor. Bajorinak. Mint egykor Erdély meghajszolt határán a fölriasztott utolsó dövér. Úgy azt most népe, oly riadtan árvá, múlt vadonának reszketünk dövér. S én, mint véren lüktető zenéje, ahogy most lázas ajkadon lihek, a hang vagyok, mely belesír az éjbe, s sorsod gyászát ízeblítik. Én szemem szénje, homlokom gyaláz, s a szíve, újjaj, szívén fájdalom. Minél tettétek az én szép hazámat? Hová süllyedtél pusztuló fajon? Petrengsz a sárban népek nyomorultja, rúd vegytelenség magad és neved. Én mit tegyek már? Romjaidra hullva, lehajtom én is árva fejemet. Valkon kinyi a Trója pusztulása, mesének oly lúzs, sorsnak oly magyar. A sírgörör hát végképp meg van ásva, a föld mely ápolt, most már eltakar. Bummessz az ingét nem lehet levetem, de kinyi a vár, s a csillagokra száll. Ha végzetem lett magyarnak születnem, magyarnak lennem méltói csúf halál. Nemzet, mely mágyát maga nyújt magának, és sírt vesztére önszántából ás, hogy számüzötté lett a honfibánat, és zsarnak gőgé a honárulás. Hol a szabadság őrjöngésbe rothad, megbátolt és vattolt egy-két megteszít, hogy szívet már csak gyávaság dobottat. Ah, rajtunk már az Isten sem segít. Pattogva, zúgva ég a magyar erdő, az éjszakában rémes hang üdölt. Lehult az égről a magyar jövendő, millió görögre omlik szét a föld. De bánatomra tölsz a lázadásra, mint őrület, mely bennem kavarod. Fölrebben most is egy-egy száncsapásra, még nem haltam meg, élni akarok. A mindenségben annyi jaj kiáltson, ahány magyar rök innen elszakadt. A tíz körmömmel kelljen már kiásnom, kiásom a földből a holtakat. Meregjen az égnek körül a határon, tiltókar jutnak végtelen sora. S az ég voltján fenn lángbetűkkel álljon egy égő elszánt zordon szó. Soha. Soha.
soha egy kis göröngyöt egy nem. Se fér, se alkú, se fokol, se ég. Akárhogy dúl most szenvedéseinkben, idegenfajta hitván söpredék. E százmaszottól részegült világon, bennem hitfallon egy érzés sajog. Magyar vagyok. A fajomat imádom. És nem leszek más. Inkább meghalok. Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni. Csak magyar földön, és csak magyarul. Ha bűn, hogy lelket nem tudok cserélni, jobb is, ha szárnyam már most forvahul. De ezt a lelket itt hagyom örökbe, s ez ott víjom majd Kárpát havasán, és belesírom minden ősi rögbe, el innen rablók, ez az én hazám. És leszek szégyen, és leszek gyalázat, és ott égek majd minden homlokon, s még bújdosó gyász az én szép hazámat, a jó Istentől visszazokokon. És megfúvom majd hitem harsonáit, hogy tesz majd Isten gyönyörű csodáit, és bölcsővé lesz minden ravatal. Havas Kárpátoktól, kéklő Adriáig, egy ország lesz itten, egyetlen, s magyar.